Lányok, hallottátok? Diana, igen. Állandóan minket néznek. És Gera még sétálni sem enged, beszélni akar velem. És Márkusz? Sziasztok, barátnők! Lányok, várjatok. Miféle barátnők? Emlékeim szerint nem lettünk barátok. És mellesleg mit csináltok az öltözőnkben? Hogy nem lettünk barátok? Hogy van ez? Kibékültünk? És most egy csapat vagyunk. Diana... Várjátok, patkányok, igen, kibékültünk, de a lányok és én nem mondtuk, hogy barátok vagyunk. Mi külön vagyunk, ti pedig szintén. Igen, mi lázadók vagyunk, ti meg még mindig patkányok. És ne vegyétek el a cuccainkat engedély nélkül. Megegyeztünk, hogy nem lesznek itt patkányok. Van nevünk is. És lányok, ha kibékültünk, mindig együtt kell lennünk. És a legjobb szándékkal jöttünk ide. A legjobb szándékkal? Lányok, a bizalmunk felétek nincs a legnagyobb szinten. Bármire számítunk tőletek. Még ha eltűrtünk is benneteket, nem mondtuk, hogy barátok leszünk. Csak ne verjetek át minket. Mi pedig jól bánunk majd veletek. Jól fogtok bánni? Diana, csak emlékezz, mi mentünk keresztül. Mindenben támogattuk egymást. Diana, a legjobb barátnők voltunk. Miért olyan nehéz ezt visszahozni? Hozzuk vissza! Figyeljetek, nem lesz olyan, mint régen. Mi lázadók vagyunk, ti pedig patkányok. Lyalya és Jana. Eszetekbe se jusson átvenni a helyünket. Lányok, nem lehettek lázadók. Igen, lányok, nem próbálunk meg lázadók lenni. De szeretnénk felnyitni a szemeteket. Kihagyhatjuk ezt a részt? Mindenkiről mindent tudunk. Figyeljetek, lányok, ha meg akarjátok dicsérni az új fiúinkat, ne tegyétek. Nem, Diana, de őszintén szóval Smiley egy igazi bunkó. Igen, Diana, a helyedben óvatos lennék, annyi mindent tett. És mennyi mindenre képes még? Ezt sokszor hallottam, lányok. Kérlek, ne beszéljünk erről, a kapcsolatunk Smiley-kkal most tökéletes. Tökéletes! Értettétek? És egy szót se szólj Tomiról. És ne beszélj nekem Geráról. Knópa, te Tomid egy lúzer. Ő Smiley testvér, ez mindent elmond. Diana, Márkusz volt a legjobb fiúd, aki valaha csak lehetett. Megbánod, ha elveszíted. Lányok, mondtam már, hogy hallani sem akarok Márkuszról. Még ha jóképű is, eszembe se jut, hogy randizzak vele. És még ha ki is békültünk, ez nem azt jelenti, hogy barátok vagyunk. Tehát menjetek ki az öltözőnkből. Lázadók, ennyi volt, itt a vége. Kabala? Kabala, mi a baj? Elfelejtetted, hogy kopognod kell, mielőtt bejössz? Te a barátunk vagy, de ez mindenkire vonatkozik, tudod? Kopogás? Mondd meg a játékosaidnak, hogy tanuljanak meg viselkedni. Igen. Kabala, ne szórakozz. Azt hittem, jó kapcsolatban vagy a játékosokkal. Várj, azt akartátok, hogy mi lázadók visszatérünk a játékosokhoz. Azt mondtátok, lányok, ez nagyon klassz lesz. Na és most? Semmi, de amikor szükségük volt a segítségemre, azt mondták, Kabala, most mi legyen, rajtam nevetnek. Nem hagyom. Rendben, Kabala, beszélni fogok velük. Diana, mondtok neked, a játékosok problémásak. Gondolj vissza újra a kapcsolatodra Márkusszal. Lányok, tudom, hogy mit kell tennem. Sziasztok, lázadók! Szia! Patkányok. Jaj, ez nem fog nekünk sikerülni. De fog, Jana, fog. Lehet, hogy Diana nem ezt mutatja, de a szemében ott van, hogy Márkusz. A szemében? Igen, Jana, és ha nem látod, te is csak bíz bennem, oké? Szóval, menjünk? Menjünk. Szóval ma nem jön senki? Szia, Ryan, itt vagyunk. Igen, itt vagyunk. Én csak ma nézem, nem fogok táncolni. Zöldike és Dima, örülök, hogy látlak titeket. Te, Kostya, csatlakozhatsz? Igen, Kostya, csatlakozhatsz hozzánk. Nincs várom, aki a táncolhatnék. Srácok, elég, a tánciskolában senki sem fog vitatkozni. Na, Ryan, kezdjük, lassú táncot fogsz tanítani? Zöldike, miféle lassú tánc? A lassú tánc nagyon klassz, de nem mindegy milyen alkalomra. Születésnap, bál, vagy valami ilyesmi, esetleg iskolai tánc? Az esküvőnkre! Milyen esküvő? Túl korai ez még. Dima, érted? Ha megtanuljuk ezt a táncot, azzal eljön az esküvőnk ideje. Kedjeg az óra! Szóval, srácok, gyertek! Kostya, vedd fel a sisakomat! Tehát, álljatok egymással szemben, lépjetek előre! Ez az, Dima! Dima, tedd a kezed a barátnő derekára. 1-2-H, 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 1-2-H... Dima, óvatosan! Zöldike, ez az első óránk! Dima, ha így folytatjuk, akkor 10 évig tanuljuk majd! Inkább 20. Állj, Dima, egyáltalán nem érzed a ritmust, mozogj, nézd, hogy kell táncolni.
Tima! Kostya, meg vagyok döbbenve, nem tudnék így táncolni. Egy-két, há, egy-két, há. Látod, Dima, úgy kell mozognod, mint Ryan. Igen, Dima, nagyon merev vagy. Mint Ryan? Tudod, Zildike, talán hozzámehetsz Ryanhez. Nem, Dima, én téged szeretlek. Igen, srácok, gyakorolni is kellene. Szóval, Kostya, miért ücsöröksz? Kivel táncoljon? Nincs barátnőm. Attól, hogy nincs barátnő, nem kifogás arról, hogy gyűj. Velem fogsz táncolni. Igen, Kostya, táncolhatsz majd Ryannel. Jaj, nagyon fáj a lábam. Szóval, beszéljünk. Koszalaszok. Beszéljünk, nem unod, hogy megpróbálsz rám hasonlítani? Figyelj, a területünkön vagy. A helyedbe csendben lennék. Lázadók, a barátnőink is, nektek nincs semmi dolgotok ebben az iskolában. Nem próbálok úgy kinézni, mint te. Te próbálsz úgy, mint én. Figyelj, miért vagy ilyen bátor? Menj, mosd meg a lábadat. Elegem van belőletek. Ide akartunk és ide is jöttünk, és minden nap megtesszük, senki sem fog megállítani minket. Adok nektek egy tanácsot. Smiley, maradj távol Dianától. Mi? Srácok, jól hallottam? Igen, Smiley azt mondta, hogy maradj távol Dianától. Szóval közelebb hozlak. Hát jó, te akartad. Most aztán megkapod majd. Megmutatom neked. Nem én vagyok az igazi göndör. Majd a göndör megmutatja. Persze, Dian a tenyém. Ne menj a közelébe. Hagyj békén. Engedj már el. Smiley, miért álltunk meg? Nyugalom, ezek a patkányok mindent elmondanak Mike tanár úrnak. Szerencsések vagytok. Jaja, itt egy igazi harc a lázadókért. Aj, nagyon kár értetek, játékosok. Tudjátok, mi lesz, ha Mike tanár úr megtudja? Később beszélünk. Szerencsések vagytok. Max, ne most. Szóval, srácok, nem tudják megúszni. Tudom. Na, mi van? Mi van a lázadókkal? Megoldjuk, és megmondjuk. Smiley, túl sokat tesznek. Ez a göndör megpróbál rám hasonlítani, és olyan bátor. Smiley, mondta már egyszer, beszélünk kell velük, hogy elfelejtsék az ide vezető utat is. Tudjátok, srácok, nem akarok konfliktust, de ezt le kell rendeznünk velük. Hogyan? Mi van a csajainkkal? Beszélsz velük? Dolgozom rajta. Még egy nap, legfeljebb kettő, és látni fogod az eredményt. Megtettük a részünket. Nektek adtuk a jegyeinket, hogy tegyétek a dolgotokat. Mert ezek a kosalatok túl bátrak. Vagy hazudtatok. Nyugi. Minden rendben lesz, egy nap, maximum kettő. Ígérem, a lázadók szakítani fognak a játékosokkal. Patkány szavunkra. Remélem. Menjünk, srácok. Tudod, hol találsz minket, ha lesz valami hír, mondd el nekünk. És meg se próbálj hazudni. Nem fogunk, lányok, nem fogunk. Elegem van belőlük. Jó, elveszítjük a jegyeinket. Nem, Jana, nem fogjuk elveszíteni őket. Hogy csináljuk? Szerelmesek a játékosokba, és nem törődnek azokkal a srácokkal. Tesszünk róla, hogy érdekeljük őket. Jana, hosszú, dús szempilla hosszabbítást szeretnék. Annyira szeretnék egy olyan fektős, és olyan régóta álmodok róla. Szóval, Jana, a patkány. Ne add fel! Oké, tégy úgy mindent, ahogy mondtam. Diana, a patkányok terveznek valamit? Igen, Diana, én sem bízom bennük. Lányok, ne agyaljátok túl, elviseljük a patkányokat, de ez nem azt jelenti, hogy barátok lettünk. Sziasztok, lányok! Lányok, menjünk! Diana... Diana, észreveszel? Knopa, nem is beszélsz velem? Nastya? Figyelj, Markus, azt hiszem érted. Kapcsolatban vagyok Smiley-kkal, ezért jobb, ha távol maradunk egymástól. Igor, végeztünk. Gera, kérlek, ne beszélj velem úgy, mint Nastya. Oké, úgy foglak hívni, hogy Nastya. Oké, kicsim, hozzuk vissza, ami köztünk volt, mert ezek a játékosok nem méltóak. Konfliktust akartok provokálni, de mi nem keveredünk bele. Sajnáltuk őket, lányok, sajnáltuk. Figyelj, Markus, nem leszünk többé együtt. Te egy menő és jóképű srác vagy, és remélem találsz magadnak egy csinos és méltó lányt. Gera, kérlek, ne hívj engem sehogy. Oké, fiúk, azt hiszem beszéltünk róla. Nos, remélem, hogy nem fogunk találkozni. Lányok, menjünk. Srácok, ne foglalkozzatok a játékosokkal, bajba kerültök. Nem félünk tőlük, nem félünk senkitől. Nem adjuk fel. Diana, visszaszerezlek! Visszaszerezlek! Nastya... Gigi, a fiúk néznek. Hadd nézzenek, lúzerek. Parancsotokra, lányok. Köszönöm, pizza. Tessék, zöldik a mojitod. Visszajáró nélkül állj, hiszen nagyon szomjas vagyok az esküvői tánc után.
Esküvői tánc? Zöldike, miért vagy egyedül? Nima nagyon fáradt, kimerült, az esküvői táncunkra készültünk. Anyszű, miről beszél? Nem tudom, Zöldike, miféle esküvő, miféle tánc? Még iskolába jársz te és Dima is. Anysz, te ezt nem érted. Dima olyan ügyetlen, amikor megtanulja ezt a táncot, eljön az esküvünk ideje. Előre tervezek. Anysz, talán mi is megyünk táncórákra. Nem, Pico, nem táncolok. Blondi, szerinted menjünk mi is? Biztos vagyok benne, dolgoznunk kell a hírnevünkön. Mi van, ha nemet mondanak? Hidd el, a lúzerek nem mondanak nemet. Szóval, Patrik, úgy fogunk itt ülni, mint a bolondok? Brosszi, nem tudom, nem lehetek túl messzi gyítől. Szintén, Júliára nézek és sírni tudnék. Szóval, Júli, ahogy megbeszéltük, ma moziba megyünk, szombaton pedig a klubba. Igen, Gigi, rövid ruhákban. Lúzerek? Igen, békák. Jegyek pompom meccsre, első sor. Jöttök? Ott leszünk a pompom meccsen. Várjatok, békák, ott lesznek a fiúk. Természetesen. Elsősorban megnézhetitek az összes srácot. És eljöttök szurkolni nekünk. Persze. Szurkolunk nektek, és új srácokkal ismerkedünk. Találkozunk a meccsen. Fenébe! Brovaszti, a békák ide jönnek hozzánk. Blondi, lehet, hogy ne adjunk nekik jegyet. De, támogatásra van szükségünk. Jövünk. Elsősorban csajaink mellett. Kék jegyek, utolsó sor. Gyertek és szurkoljatok nekünk. Sok csinos lány van a szurkoló meccsen. Utolsó sor, nem megyek. Nem, Patrik, leülünk a csajainkhoz. Hogy fogunk leülni? Ott találkoznak majd az új srácokkal. Ott nem találkoznak senkivel, mi ott leszünk mellettük. Négy jegy maradt, kit hívunk meg? Mike tanár urat, Rómeót. Nem, új fiúk. Új fiúk. Rómeó focista. Rómeó. Ó, Rómeó. Pont így képzeltelek el téged. Sisakban, labdával, menő védelemre van szükséged. Sportoló leszel. Igen, Mike bácsi. Menő vagyok. Elhatároztam, hogy játékos leszek. Ez való nekem. Rád nézek és boldog vagyok. Végre rájössz, hogy a sport hatalmas erőt ad. Igen, én leszek a legmenőbb játékos. Csapatkapitány leszek és Diana belém fog majd szeretni. Ho-ho-ho-ho, Diana szerelmes lesz? Vedd le a sisakot, benevezlek vívásra. Mi? A sportipar nem arra való, hogy a lányok beléd szeressenek, hanem hogy bajnok legyél. Nem, Mike bácsi, nem megyek vívni, játékos leszek. Nem, Rómeó, elkezded a vívást. Dima, a Zöldike csak viccelődött. Kostya, nem. Tudod, hogy mit sugott nekem? Megtervezte, hogy milyen vendégek lesznek ott, és hogy milyen ruhát fognak felvenni. Nagy fantáziája van. Vedd le a sisakodat. Nem, én játékos vagyok. Rómeó, miért vetted fel a sisakomat? Mike tanár úr, mi labdánkkal edzi Rómeót? Ugyanolyan sisakom lesz, és a csapatod kapitánya leszek. Rómeó kissé össze van zavarodva, elmegy majd vívni. Add vissza. Figyelj, Rómeó, ha focista akarsz lenni, olyan gyorsnak kell lenned, mint amilyen én vagyok. És olyan erősnek, mint én. Gyors és erős vagyok. Rómeó, ez nagyon jó. Gyors és erős a víváshoz. És többé ne nyúlj a dolgainkhoz. Szóval, srácok, nem tudom, hogy hogy vagytok veled, de beszélni fogok azokkal a pávákkal. Smiley, én veled vagyok. Hogy érted, hogy akarsz? Mindannyian beszélni fogunk velük. Sziasztok, kosarasok! Kicsim, szia! Hé, Knopa, remélem Igor nem nyomolt rád. Lányok, hol van Mary? Miért nem jár iskolába? Smiley! Max, Mary a nagymamájához ment. Szénát kaszálni. Nagyon vicces. Még jó, hogy nem randizik Szlavánnal. Milyen volt a mai edzés? Rossz. Miért? Mert jöttek ezek az újak. Mi is a nevük? Smiley, beszélsz velük? Diana, azért jöttek, hogy beszéljenek a kapcsolatunkról. És? És szerencséjük van, mert bejöttek a patkányok. Ha nem lennének a patkányok, akkor megértették volna, hogy nem kell ide jönni ők. Igen, nagyon szerencsések. Oké, fiúk, gyerünk, ti befejeztétek? Mi átöltözünk és edzünk. Oké, Tomi, találkozunk. Oké, kicsim, viszlát. Figyú, Smiley, várj, azt akarom mondani, ha látod Markuszt és a barátait, kérlek, ne rendezz jelenetet. Kicsim. Smiley, iskolában mindent békésen kell lerendezni. Békésen? Ők nem akarnak nyugodtan enni. Beszélnünk kell velük. Nem, fiúk, az iskolánkban nincsenek konfliktusok. Játékosok, a lázadók randiznak veletek.
Szóval nincs miről beszélned az exeinkkel. Ha Diana megtiltotta, hogy beszéljünk velük, akkor el kell mondania nekik, hogy nem jöhetnek az iskolába. Smiley, itt vagyunk te és én. Ne gondolj Markusra, légy szíves. Jó, jó, nem fogok. Menjünk, srácok. Lányok, érdekes, mikor érnek véget ezek a viták? Igen, Diana, a fiúk ilyenek. Készek harcolni, főleg a lázadókért. Szia, Kabala! Bálozók, ne nyúljatok hozzám! Azt a játékot akartad játszani. Lányok, gyerünk edzeni! Kabala, ne is figyelj rájuk, ők csak viccelődnek! Lányok, öltözzünk át! Ezek a kapcsolatok túl sok energiát igényelnek. Lázadók! Edzésetek van? Csak egy perc! Mindenki jön és megy. Mikor kezdjük már végre az edzést? A két lány, mi újság már megint? Nem fogtok velünk edzeni, sosem. És nem leszünk barátok sem. Nem. Azért jöttük, hogy megkérdezzük, hogy vagy. És mellesleg, Diana, talán újra összejössz Markusszal? Még menőbb leszel vele. Egyszerűen tökéletes pár lennétek. Nem. Diana, azt hiszem, készülnek valamire. Én nem bízom bennük, abba kell hagynunk a velük való társalgást. Figyeljetek, lányok, nyugi. Egyszerűen nem tudnak mindent. Oké, lázadók, kint vagyunk, találkozunk az edzés után. Várunk benneteket a kávézóban. Találkozunk. Oké, lányok, öltözzünk át. És mellesleg, Diana, elfelejtettem. Láttunk bálozókat a lépcsőn, Smile majdnem meglökött. Igen, Diana és Markus egy igazi úriember. Mindig előre engedi a lányokat. Kint vagyunk. Diana, szerintem biztosan készülnek valamire azok a patkányok. Azt hiszem, nem hagynak minket békében. Lányok, hadd beszéljenek. Hogy kivel fogunk randizni és kivel nem, ez csak a mi döntésünk. Ti pedig lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt és várjátok az új menő epizódjainkat. Sziasztok! Találkozunk! Figyelj, Markus, ez a kapcsolat... kapcsolat. Oké, így hívlak majd... Nem értem, mi történt? Kabala, ne hülyéskedj! Azt hittem, hogy jó viszonyban vagy a játékosokkal. Mármint, hogy a kosarasokkal. A legjobb szándékkal? Nem. Nem, ez nem jó. Oké. Szándékkal? Jó, igen.